A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken elnevezéssel megtartott tudományos tanácskozáson az idén is nagyszámú tudós vett részt, akik társadalom és a természettudományi, valamint műszaki témájú tanulmányaikat ismertették. A tanácskozáson a MET dr. Szalma József, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke nyitott meg, jelen voltak az MTA képviselői is. Idén egy olyan témával kezdtünk, határon belül és határon túli megállapodás alapján, konzultációk alapján, ami úgy gondoljuk, hogy időszerű, mert hiszen egyfelül a földtulajdon kérdése és az ingatlan tulajdon kérdése került előtérbe, másfelől nem kevés, kisebb hangsúllyal lesz a fenntartható fejlődés központi témánk. Itt majd a természettudós kollégáink fognak jeleskedni. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság a Magyar Tudományos Akadémia egyik határon túli tudományos műhelye. A Kárpát-medence azonos közegébe tartozik, mivel anyanyelvünkön jelenteti meg a társadalom és természettudományok itteni aktuális kutatási eredményeit.